Az éghajlatváltozás szerte a világon növeli a mezőgazdasági termesztés kockázatát. Európában többek között mind gyakoribbak a tavaszi fagykárok, mert az enyhe telek után hamarabb virágzó kultúrákat ér a lehűlés. Többféle módszerrel lehet kivédeni a tavaszi fagyokat. Az egyik lehetőség az ültetvények takarása agrotextillel. Ez a fegyverneki gazda minden évben gondosan letakarja a szántóföldi palántákat is. Hát most palántáltuk el a dinnyét, tegnap az esőtől nem bírtuk rátenni a felső takarófóliát. Nagyon tartunk a holnap reggeli fagytól, és fólialagutat csinálunk a dinnyére. Még van itt a földi epar is, virágzik is, érik is már. Azt is, hogy meg ne kapja a fagy, megpróbálom betakarni. Mint mondja, ez megvédi az esetleges fagytól a növényt, és így nagyobb termésre számíthat, és legalább fagykár lehetőségét kizárhatja. Hát itt több millió forint kár lenne, akkor újra kellene palántolni. A fagyveszélyt sejtve még este a növényre takarjuk, széleit földre rögzítjük. 1-2 Celsius fok hideg ellen biztos védelmet nyújt. Hát ez olyan -3-4 fokig megvédi a palántokat, hogy nem fagynak meg. Maga a fólia könnyű 1,7-1,9 gram per négyzetméter, vagyis a növényt nem töri, nem nyomja össze. Fagyveszély elmúltával összehajtható, gondos tárolással több éven keresztül is megőrizhető és használható. Fagyveszély esetén a leggyorsabban kivitelezhető megoldás, tudtuk meg Huber István gazdától.